Ezen az animáción egy Carnot ciklust lehet látni. Ugye ez az a ciklus, körfolyamat, egy ideális gáznál, amelyiknek a hatásfoka a lehető legnagyobb, hogyha egy ilyen ciklussal készítünk egy hőerőgépet, akkor ennek a legnagyobb a hatásfoka, esetünkben itt 32,6%, tehát 0,326. Ez ugye azt jelenti, hogy annak a hőenergiának, amelyet a meleg hőtartályból, vagy hőforrástól ugye fölvesz a gépünk, annak hány százalékát tudja hasznos munkára fordítani, vagy alakítani. Na, itt tudjuk állítgatni a paramétereket, ugye a hőmérséklet, tehát az egyik izotermát ugye tudom állítani ezzel, mert a Carnot ciklus az ugye két izoterm és két adiabatikus folyamat, tehát két izotermát és két adiabatát ábrázol itt a grafikon. Ugye a két izoterma az a kék, vagyis a hideg hőtartály hőmérséklete, és az a T1, ugye, nem az a T1, bocsánat, az a piros, az a magasabb, és akkor ugye a hidegebb hőtartályé, meg ugye a T2, tehát hogyha ezt lejjebb húzom, akkor ugye az a hiperbola, ami az izoterma, az egy másik lesz. Hát be lehet itt állítani, ugye, hogy egyatomos, kétatomos, sokatomos legyen, tehát ugye, hogy mennyi ez a adiabatikus kitevő, ez a kappa, teljesen mindegy, hogy melyikre nézzük most esetünkben, egy kicsit ugye módosul az adiabata, hogyha másféle gázról van szó. Na és akkor általán legyen nagyobb a sebesség, és akkor lehet látni, hogy a piros és a kék izotermak között, mondjuk úgy meg kéne próbálnom ezt megcsinálni, hogy beleférjen mondjuk az egész. Így talán. Ugye adiabatán átmegyünk az egyik izotermáról a másikra, ott aztán a hideg izotermáról átmegyünk adiabatán a meleg izotermára, és akkor szépen egy ilyen eléggé torz meg furcsa alakú zárt görbénk van a PV diagramon. Ez jelenti ugye a Carnot ciklus, tehát két izoterma és két adiabata. És akkor amikor izoterm folyamatunk van, ott ugye állandó a hőmérséklet, tehát állandó a belső energiája a gáznak, ugye az csak az adiabatikus folyamat közben változik. Az adiabatikus folyamat közben pedig ugye az entrópiája állandó a gáznak, ugye azt izentropikusnak is szokták mondani, az ilyen adiabatikus folyamatot. Hát az en az meg csak annyi, hogy ugye hány mol gázunk van, most az teljesen lényegtelen, ugye. Esetleg az, hogy ugye ezek a számok hogy viszonyulnak egymáshoz, meg a hőmérsékletek, hogyha megváltoztatnám, de most elég jól belőttem, hogy beleférjen rendesen ez a Carnot ciklus. jó.